A legegészségesebb táplálék a kisbabák számára az anyatej. Erre hívja fel a figyelmet a Szoptatás Világnapja. Változott a városi tömegközlekedés. A Jobbik Magyarországért mozgalom budaörsi alapszervezete magasabb színvonalat várna el a BKK ZRT-től a budaörsi önkormányzat által nyújtott támogatási összegért cserébe. Reális fantáziavilág. A Buda környéki látássérültek közhasznú egyesületének alelnöke harmadik könyvét is megjelentette. Nyúladomány nagy családosoknak. A Gazdakör közel egy éve szervezi a családi önellátás népszerűsítő programját. Kezdődik a Városi Magazin. A stúdióban L. Dézsi Zoltán. Jó estét kívánok! A legegészségesebb táplálék a kisbabák számára az anyatej. A szoptatott csecsemőknek erősebb az immunrendszere, intelligensebbek lesznek, és felnőtt korukban kisebb a túlsúly, a szív- és érrendszeri betegségek, valamint a cukorbetegség kockázata. Derül ki egy kutatásból. Az anyateljes táplálás világnapja alkalmából a budaörsi védőnői szolgálat azokat az édesanyákat köszöntötte, akik legalább 6 hónapig szoptatták gyermeküket. A WHO által közzétett adatok is döbbenetesek, de a hazaiak sem túl örömteliek, hogy a világban több mint 1 millió gyermek életét lehetne megmenteni évente azzal, hogyha időben anyatejhez jutnának. Ez egy egészen elképesztő adat. Hát ugye nem szeretnék utalni a most zajló, Európában zajló folyamatokra, hogy hányan és hogyan menekülnek, milyen országokból, hogy milyen körülmények között élnek emberek. Maradjunk csak itt Magyarországon. A magyar adatok sem túl pozitívak, mert még azt tudhatjuk, hogy a kórházban közel 100%, pár tizeddel kevesebb, közel 100%-a a gyermekeknek anyatejet kap. Ez bizony a fél éves korig nem éri el az 50%-ot, szóval itt sok teendő van, miközben minden egyes vizsgálat azt mutatja, szakmai vizsgálat, hogy nem pusztán a gyerekeknek, akik védettséget is szereznek, nem csak táplálékhoz jutnak az anyatejhez, hanem nagyon sokféle betegségtől védettséget szereznek, ha úgy teszik, az első védőoltásokat ezen keresztül kapják meg. Úgy tűnik, hogy Budaörs ezen a területen is egy kicsit jobban teljesít az országos átlagtól, legalábbis a település polgármestere által az Anyatej Világnapja alkalmából immár 10. alkalommal megrendezett kis ünnepségen említett adatoktól, hiszen most is zsúfolásig megtelt a terem anyukákkal, apukákkal és gyerekekkel, akik számára egyértelműen fontos volt a gyermekek anyatejjel való táplálása. Szerencsés helyzetben vagyunk, mert a Budaörsön élő kismamák nagyon odafigyelnek a gyermekvállalásra, a gyermekük nevelésére, a gyermekük táplálására. Ehhez kérik a védőnök segítségét is, és más kapcsolódó szakemberek segítségét is, és el is fogadják a tanácsainkat. Ezt a rendezvényre meghívott anyukák és apukák is megerősítették. Fontosnak tartom, mert ugye az egészség szempontjából is sokkal kevesebb betegséget kapnak el picinek. Így mindenképpen fontosnak tartom. És mennyire látja, hogy 3 gyerek után, ha jól látom, ugye, hogy hasznos volt őket anyatejjel táplálni, a fejlődésüket, szellemi, fizikai, mentális fejlődésüket mennyire látja biztosabbnak, mint mondjuk olyannál, akinél ez nem sikerült? Hát mindenképpen jobbnak látom, mert ugye erősebbek is, mint a többi gyerek. Jó, hangja is. Drágám, igen. Amikor lehet velükkel lenni a szabadidőben, levenni a vállát a feleségem terhéről, időt tölteni a kislányommal, szerintem ez az, ami legjobban hozzá ahhoz, hogy minden rendben legyen a családban. Ő, mint férfi, mennyire látja fontosnak azt, hogy anyatejjel lehessen minél tovább táplálni a gyermekét? Én azt gondolom, hogy fontos, mert azt mondják, hogy megvédje különböző betegségektől, bensőségesek kapcsolatot alakít ki az anyuka meg a kislánya között, vagy a gyermekek között. Ugye szerintem biztosan fontos. Augusztus 1-e az Anyatej Világnapja. Mi azért tartjuk augusztus végén, mert akkor már a nyaralásból többnyire mindenki tud lenni, és el tudnak jönni erre az ünnepségre. A WHO, ugye a Nemzetközi Egészségügyi Szervezet ajánlása szerint legalább 6 hónapos korig kapjon egy csecsemő anyatejet, de a 2 éves korig tartó szoptatást ajánlja igazán. Mi nagyon örülünk neki, hogy tényleg minden anyuka nagyon azon van, hogy szoptatni tudja a gyermekét, és tényleg mindent megtesznek azért, hogy ez minél tovább tartson.
és látjuk is a babák fejlődésén is, hogy mennyire egészségesen szépen tudnak fejlődni, akár csak anyateljes táplálásnál, akár ha szükséges egy kis pótlás, és mert bizony előfordul, nem is állandóan, de időszakonként azért előfordul mondjuk az anya betegsége miatt, hogy néhány napig nem kaphat, de akkor is az anya gyömében az anyatejet kapják meg a kicsi csecsemők. Mennyire igaz az, hogy az anyatejes babák általában okosabbak, illetve ellenállóbbak? Hát erről nagyon sok tanulmány és vizsgálat készült, tehát hiteles vizsgálati eredmények vannak ezzel kapcsolatban. Igen, ha már csak azt nézzük, hogy a pszichés lelki fejlődéséhez mennyiben segíti azt hozzá, hogy az anya magához öleli és a szoptatás alatt mennyire intim a kapcsolatuk, nem beszélve arról, hogy az anyatej összetétele úgy változik, ahogy a baba nő. Még ugye a más táplálás azok állandó összetételt jelentenek, és ugye oda kell akkor figyelni, hogy a baba megfelelő fejlődéséhez megfelelően legyen táplálva, hogyha nem az anyatej, de anyatejnél. Ugye az édesanya táplálásán, vagy táplálkozásán nagyon sok múlik, és ugyanolyan változatosan fogja kapni az anyatejet, mint ahogy az édesanya táplálkozik. Az idei rendezvényre 200 olyan anyuka kapott meghívást, akik legalább fél évig anyatejjel táplálták a gyermekeiket. A vendégeket nem csak bemutatókkal és egy közös játék délelőttel várták, meg is ajándékozták őket egy kis csomaggal, amelyben mindenféle hasznos sportikák voltak a kicsik és az anyukák számára. Tanulhatjuk újra a buszmenetrendet. Budaörs önkormányzata és a BKK ZRT között 2022-ig megkötött támogatási szerződésben foglaltak szerint ismét módosulnak a Budaörsöt érintő járatok. Az átalakításnál elsősorban az M4-es metró gyors elérését helyezték előnybe a közlekedési vállalatnál. A szolgáltatásért bruttó 262 millió forintot fizet a város a korábbi 300 millió helyett. A Jobbik Budaörsi szervezete szerint azonban ez még mindig nincs összhangban a BKK által nyújtott szolgáltatás minőségével. Egyebek mellett kifogásolják, hogy csak két autómatából lehet menetjegyet vásárolni a városban, és sokalják a budaörsi bérletárát is. Már módosított menetrenden járnak a BKK által üzemeltetett budaörsi és törökbálinti autóbuszok. Miután hosszas egyeztetés után Budaörs városa megállapodott a BKK menedzsmentjével a szükséges és elfogadható változtatásokról, egy 2022-ig szóló együttműködési megállapodást írtak alá. A közösségi közlekedést működtető cég kényelmes, gyors és minőségi szolgáltatást ígért, melyért cserébe a város a tavalyi közel 300 millió forintos támogatás helyett évi bruttó 262 millió forintot fizet a BKK-nak a szolgáltatásért. Ezért egyes járatok útvonala és menetideje módosult, egyes járatok megszűntek és új járatok is megjelentek a közlekedésben. Erről Lőrinc Mihály, a műszaki ügyosztály vezetője korábban így nyilatkozott. Bizonyos járatoknál változás történt. Így például a 40-es járat, amelyik a metro végállomáshoz ment, ott a járatszámot sűrítettük, hogy minél több utas tudjon elérni. Míg a 240E jelzésű busz, amelyik a Móricz Zsigmond körtére ment be, 240-es jelzéssel megy tovább, és még továbbra is a Móricz Zsigmond körtére, de a Budaörsi út, Villányi út útvonalon, ezzel biztosítva az észak-budai átszállásnak a lehetőségét. Tehát megtartottuk a Móricz Zsigmond körtéri kapcsolatot, mint egyik legfontosabb kapcsolatot, de tudomásul kell venni, hogy az utazási szokások változnak. Egy új járat is került bevezetésre, a 142-es jelzésű, amelyik Törökbálintról indul, és Budaörsön a lakótelepet érintve a Szélkálmán térig fog menni, és ez is egész nap közlekedni fog. A 88-as busz Törökbálint felől csak Kelenföld vasútállomásig közlekedik, és onnan is indul. Követési ideje csúcsidőszakban ezentúl 20 perc lesz. A 140-es és a 140-es A buszok szombaton is közlekednek, a 140-es B járat csak hajnalban, késő este és vasárnap, valamint ünnepnapokon jár. A 40-es busz a budapesti szakaszon két megállóhelyet kihagy, ezért menetideje rövidül. Új járat is indul 40B jelzéssel Kelenföld és Budaörsi lakótelep között, a 40-es járat útvonalán, azzal a különbséggel, hogy a Breczfeld utcát érintve közlekedik. A Lévai utca megálló így mindennapos kiszolgálást kap. A 40E busz Budaörs felé is, és a délutáni csúcsidőszakban is közlekedik. A 40-es és az új 40B járat
a 40L, valamint a 88-as járat változásaival összhangban napközben 10 helyett 10-20, a délutáni csúcsidőszakban 6 helyett 7-8 percenként indul. A 140A busz Budaörsön a 140-es járat útvonalán, a Szivárvány utca felé a gimnázium érintésével közlekedik majd. A 188E járatok kelenföldig közlekednek, és onnan is indulnak ezentúl. Kamaraerdőre már csak a 287-es busz jár a korábbinál sűrűbben, de a 287A jelzésű busz megszűnt, így oda a lakótelepről egy kicsit nehezebbé vált a közlekedés. A budaörsi képviselőtestület tagjai júliusban tárgyalták a szerződést. A többségük támogatta, egyedül Császárné Kollár Tíme, a jobbikos képviselő fogalmazott meg kifogásokat. Az egyik és legfontosabb dolog, hogy tisztázzuk, hogy hányszor fizetünk mi a BKK szolgáltatásáért. A BKK szolgáltatásáért fizet az, aki megveszi ugye a Budapest bérletet, nyilván nagyon sokan ingáznak be a fővárosba dolgozni, iskolába és egyéb ügyeik elintézése miatt. Kifizetjük azt, ezen kívül függően attól, hogy milyen típusú bérletet választ, 5200 vagy 5900 forintos kiegészítő bérletet kell vásárolnia, tehát az állampolgár, az utazó még pluszban 5-6000 forintnyi összeget fizet az utazásáért, ugye a budapestiekhez hasonlítva, és még erre ugye azt a 262 millió forintot adja az önkormányzat ehhez az összeghez. Mi úgy gondoljuk, hogy ebből az összegből, hogy gyakorlatilag háromszor verje Ludas Matyi vissza, ezért megkaphatnánk például ilyen alapvető szolgáltatásokat, hogy bérletet tisztességesen számlára mondjuk lehessen vásárolni Budaörs területén, vagy az, hogy több BKK jegyet árusító hely legyen, vagy akár több automata, amiknek egyébként a működése ugyancsak rengeteg kívánivalót hagy maga után. De ezen túlmenve az egyik legnagyobb problémát szerintünk az okozza, hogy az első ajtós felszállás, ami nyilván a szolgáltató cégek, mert ugye a Volánnak adta ki a vállalkozásba ugye a BKK a szolgáltatás elvégzését, érthető, hogy miért favorizálják ennyire az első ajtón való felszállást, nyilván azért, mert így a blitzelés gyakorlatilag lehetetlenné teszik a járatokon. Viszont azzal, hogy azt mondják, hogy csúcsidőben mondjuk 4-től 5-ig a 40-es buszon ezt nem vezették be, nem így csinálják, ezt én, ha jól tudom, már pedig jól tudom a az önkormányzat és maga a hivatal is tett lépéseket annak az irányba, ez így legyen. Én az interjút megelőzően az elmúlt héten háromszor kipróbáltam a 40-es buszon délután 4-től 5 óráig felszállni, középső vagy hátsó ajtón nem lehetett, úgyhogy akkor azért tisztelettel megkérdezném, hogy hol van ez a segítségnyújtás. Emellett a megálló karbantartására is nagyobb gondot kellene fordítani a BKK-nak, a jobbikos képviselő szerint. Példaként a Tulipán utcai megállót hozta fel, ahol szerinte a helyzet már balesetveszélyes, a cég mégsem tesz semmit a hiba megszüntetése érdekében. A következő közel negyed órában remélem, hogy egy nagyon kellemes, izgalmas beszélgetést láthatnak, hallhatnak majd, hiszen vendégeim a Buda környéki látássérültek közhasznú egyesületének vezetői, tőlem balra Nyikes Fatima elnök, jobbra pedig Jenei András alelnök. Nagy tisztelettel köszöntöm Önöket itt a stúdióban. No, hát mindenek előtt felmutatok egy könyvet, de csak egy pillanatra, erről később még szó lesz, de most egy pár perc ezt leteszem, és először Fatimához fordulnék, hogy én úgy tudom, hogy idén jubilálnak, hiszen 10 éves az egyesület. Nagyon buta kérdés lesz, de mi az, amire nagyon büszke az elmúlt évtizedből? Én is nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit, a nézők közül, illetve a jelenlévőket egyaránt. Igen, tehát hogy azt tudom mondani, hogy ez a 10 év, ez nagyon sok olyan dolgot hozott az egyesület életébe, amire azt gondolom, hogy büszkék lehetünk, de talán a legbüszkébb a város támogatására vagyok, hogyha lehetek egy kicsit elfogultabb, meg azt gondolom, hogy ennek itt most lehet helye, mert nem tartanánk itt, hogyha nem kaptunk volna egy folyamatos támogatást, elfogadást, akár csak így a polgárok tekintetében, akár a városvezetés részéről. Egyébként meg, amit még itt saját eredménynek mondhatunk, és fontosnak tartom kiemelni, van egy 30 fős foglalkoztatásunk, akikkel így a szolgáltatásokat igyekszünk ellátni.
ez egyaránt vonatkozik a látássérült emberekre, akiknek az érdekeit képviseljük, illetve igyekszünk az ő mindennapjaikat megkönnyíteni, valamint arra a szolgáltatásra is gondolok, amit itt a város lakossága bárki igénybe vehet, ugyanis gyógymasszás szolgáltatunk itt a Patkó utca 7 szám alatt Budaörsi Gyógymasszás Stúdió néven. Na, erről még majd beszélünk egy picit, de előtte arra lennék kíváncsi, hogy összesen hányan tartoznak önökhöz, akár úgy, hogy szervezeti formában, akár úgy, akik nem tagjai az egyesületnek, de azért időről időre találkoznak önökkel. Hát én azt tudom mondani erre, hogy ez egy 120 fő körülbelül, akik így a holdudvarunkba tartoznak, illetve a szoros tagságunkba, és ennek a fele legalább az aktív tagság. Tehát, hogyha mi elmegyünk egy életmódtáborba, amit minden évben meg szoktunk tartani június utolsó hetében, akkor olyan 60-60 fővel szoktunk elutazni. András, az, hogy néz ki egy ilyen életmódtábor? Hogy képzeljük ezt el? Az érdeklődők és a családtagok, barátok, meg a tagság számára kiválasztunk egy olyan optimális helyet az országban, ahol igyekszünk majdnem mindenkinek az igényeit figyelembe venni. Tehát nem csak azt, hogy látássérültek megyünk oda úgymond nyaralni egy hétre, hanem hogy mellette ugye közöttünk vannak többen idősek, de jönnek fiatalok, jönnek kisgyermekes, családos taguk is, és hogy emellett ugye legyen a közelben szórakozás, kultúra, kikapcsolódási lehetőség, ott az adott helyszínen, a szálláson, a hotelben, vagy éppen panzióban az akadálymentes környezet az biztosítva legyen. Mondtam, hogy most jön az ősz, vége van a nyárnak, azt nem mondom még, hogy hűvőszelek járnak, és a cinege madárral sincs még egyelőre szerencsére semmi baj, de hát jönnek az őszi teendők, az őszi programok, ezek közül miket emelnek ki? Minden lehetőséget igyekszünk megragadni, így a környező településeken való megjelenése is, illetve természetesen itt Budaörsön, mert fontosnak tartjuk, hogy egyáltalán a létezésünkről, a működésünkről hírt kapjanak azok, akik érintettek és esetleg szívesen csatlakoznak hozzánk, vagy egyáltalán csak, hogy így promózzuk azt, hogy a látássérültek is szeretnének kapcsolódni, tartozni a társadalomhoz. Igyekeznek így a vérkeringésbe betagozódni, ez nekünk eleve nagyon fontos, ez az egyik fontos célunk. Bocsánat, közben van, mennyire nehéz ez? Tehát mondjuk 5 vagy 10 évvel ezelőtt rosszabb vagy jobb volt a helyzet ilyen szempontból, az önök szempontjából? Én azt gondolom, hogy mindenképpen javuló tendenciát látunk mi. Tehát ezt szerintem így Andris is meg tudja erősíteni. Én valahogy úgy érzékelem, hogy egyre nyitottabbak az emberek, de hogy ehhez hozzá tartozik az érdekképviseleti szervezeteknek is a szemléletváltása, változása. Mert abban hiszünk mi is, és most már azért így azt látjuk, hogy így a szakmában ezt osztják így többen is, hogy nekünk kell az első lépést megtenni. Tehát, hogy az idő már lejárt, hogy alanyi jogon, és hogy minket sajnálni kell, és a többi jár valami. Én azt gondolom, hogy azt kell megmutatni, hogy mi az, amiben hasonlók vagyunk, és nem azt, hogy hol kell szánalmat ébreszteni, és mivel. Azért örülök, hogy ezt ön mondta, most én kétszer voltam paralimpián, ahol a magyar versenyzők elmondták, hogy azt utálják a legjobban, ha azt mondják, hogy jaj, szegény, mert hogy ezekről szó nincs, és hát hogy fogalmazok, tehát ők ugratták meg, froclizták egymást, tehát az egészen elképesztő. Nem tudom, miről beszél. Azért, hogyan kell nekünk bánni azokkal az emberekkel, akik látássérültek? Mert ugye tegyük a szívünkre a kezünket, nehéz, mert nem tudjuk, nem készítenek fel erre bennünket. Hát nagyon őszintén én ilyenkor most rutinból azt válaszolnám, hogy majdnem ugyanúgy, mint a látókkal. De hogyha a hivatalos oldalt nézem, akkor felmerül a kérdés, ugye, hogy segíteni szeretnénk nekik. A legalapvetőbb dolog, hogy merjünk oda menni az illetőhöz. Mindegy, hogy hol áll, vagy hol várakozik, legyen ez zebra, busz megálló, vagy boltban egy polc, merjünk oda menni, és szólítsuk meg, és a legfontosabb, hogy kérdezzük meg, hogy segíthetünk-e. Uh-huh. Ez a legelső lépés, az összes többi, az már egy következő szint, és ez nagyban függ attól is, ugye, hogy az illetőnek valóban van-e szüksége segítségre, mert előfordulhat, hogy nincs. Uh-huh. Akkor sem kell megsértődni, ez nem azt jelenti, hogy a látássérültek mindegyik ője ilyen, neki éppen akkor nincs szüksége, ne vegye el a kedvünket, egy következőnél is legyünk bátrak és kérdezzünk. Világos. Igen, nagyon-nagyon fontos.
fontos az, hogy az önállóságunkat minél nagyobb fokon tudjuk élni, tehát igazából ezt segítjük előmozdítani, tehát ez is egy nagyon fontos célunk. Viszont egy mondat erejéig hagy kérjem vissza a szót, mert igen. A programoknál, az őszi programoknál remélem, hogy itt tovább mehetek, mert van egy nagyon-nagyon fontos program lehetőség. Ami... Csak tán nem a szeptember 19-20-ával kapcsolatos. Nem. Ugye akkor lesz a budaörsi vigasságok. Ugorjunk egy hónapot, mert hogy azt már említettem, október 17-e. Tehát ezúton is így mindenkit szeretnék megszólítani, aki fogékony az ilyen jellegű szórakozási formára. Budapest Bar koncert lesz a sportcsarnokban a mi rendezésünk alatt. Ugyanis a 10 éves jubileumunkat szeretnénk egy nagyszerű este keretében megünnepelni azokkal az emberekkel együtt, akik szívesen részt vesznek, és ilyen módon támogatják az ügyünket. Hát remélem, hogy addig még majd erről sokat tudunk beszélni, mert biztos, hogy izgalmas lesz. Hogy készülnek? Csak két mondatban, aztán térünk át a következőre. Nagyon nagy izgalommal, és egy picit későn kezdtünk bele. Tavaly ugye az Orán koncert volt, teltházas, nagyon-nagyon hálásak mindenkinek, aki részt vett, segített ebben. Ez most egy másik műfaj, ez egy kicsit fiatalabb, ropogósabb, stb. Abba bízom, hogy tudunk olyan vendégművészeket megszólítani, vagy hát a zenekar menedzsere, hogy tényleg mindenki megtalálja a maga kedvencét, és egyre nagyobb létszám kedvet kap ahhoz, hogy részt vegyem. Egyelőre ott tartunk, hogy tervezünk, szervezünk, és már nagyjából az alapkoncepció a jegyek árusításával kapcsolatosan kialakult. De egy dolog biztos, hogy október 17-e és Budapest Bar koncert. No, hát azt szerintem a tévé nyilvánosság előtt megígérhetem, hogy mi megpróbálunk majd segíteni a magunk eszközeivel. Köszönöm. És ugye azt mondtam az elején, hogy vannak itt könyvek előttem, ezek közül az egyiknek az a címe, hogy a Bitorló fivér. És hát nem véletlen van nyilván itt ez a három könyv, hanem azért, mert András, aki nem csak a Buláta alelnök, hanem író is, hát ő jegyzi ezt a könyvet, pontosabban mind a hármat, ami itt van előttem az asztalon. Csak amúgy felvezetésként a kedves nézőknek két mondata, Trian Nita, hogy én olvastam, egy kicsit történelmi, egy kicsit fantazi jellegű könyvsorozat, amely a középkorba kalauzolja el az olvasót, 5 kötetesre tervezett, most jelent meg a 3. kötet. Ez így nagyjából jó foglaltam eddig össze a lényeg? Abszolút minden információ benne volt, igen. Oké, akkor hagyd kezdjem ott, hogy miért J.A.A. Donát írói álnével jelennek meg ezek a könyvek? Azt tapasztaltam, mert hogy ez egy fantazi stílusú könyv, hogy ezt a stílust általában az emberek akkor veszik le könnyebben a polcról, hogyha nem magyar névvel fut, még akkor sem, hogyha magyar az írója, hanem könnyebben veszik le, hogyha a francia vagy angol nevű író, és úgy gondoltam, hogy nagy ilyen típusú könyvírókhoz képest, mint mondjuk Tolkien, vagy G.R.R. Martin, nekik is hasonlóan van összeállítva a nevük, hát akkor találja ki egy olyat, ami egy kicsit ehhez hasonlít, és mégis takarja az én valódi nevemet. És akkor hát a betűk, mert hogy az első betű a J, mint Jenei, a második A, mint András, így a nevem már benne van. A harmadik A betű, az édesapám 3. neve alapján Attilából lett, a Donát pedig abból alakult ki, hogy egy olyan nevet kerestem, amiben szerepel a Don szó, mert hogy ez, vannak olyan kultúrák, olyan országok, ahol ez egy tiszteletet parancsoló megszólítás, és ez a név esett hozzá a legközelebb. Hát én azért maradnék az Andrásnál itt a megszólítás kapcsán. Két mondatban mondjuk el, hogy mi az a Triannita, ugye, amely minden könyv címében ott szerepel. Mondhatnom, ez a főcím és alatta van az alcím, amely most, ahogy mondtam, a Bitorló fivér. Ez a név, ez egy lovagrend neve, ez egy kitalált lovagrend neve. Ezek a lovagok a főszereplők a könyvekben. És hogy miért Triannita? Igazából a könyvekben el van rejtve, hogy ennek mi a titka. A jelképük egy 3-szor dupla száras kereszt, tehát ebből jött a tri, mint 3, és a szó második fele az nagyon egyszerűen a Johannita névből alakult ki, vagy hát találtam ki, és így lett a Triannita név. Megjelent már ez a könyv. Hol lehet hozzájutni?
Én azt szoktam mondani, hogy aki érdeklődik nálam a Facebookon, annak nagyon szívesen elmondom. Az... J.A. Donát, vagy Jenei András néven keressük a Facebookon? Fent vagyok Jenei András néven is. Megtalálható egy olyan profilom, aminek Andrew Donát a neve. Uh-huh. És most már egy hete körülbelül a Trianita sorozat is. Aha. Mint oldal létezik a Facebookon. És ha valaki, hát hogy is fogalmazzak, csak nem ennyire 21. századi generációs, de azért szeretné elolvasni, tehát magyarul, ha nincs Facebookja vagy internete? Jó, az első rész az nyomtatásban már elfogyott, sajnos, de hogy ezt is meg lehet oldani természetesen, mindenképpen vegye fel velem a kapcsolatot, aki érdeklődik, a másik kettő pedig ugyanannál a kiadónál elérhető, akiknek van egy boltjuk. Ezt nem tudom szabad. Én szerintem elmondhatjuk most itt a kiadót, nincs az első. Jó, tehát az Underground kiadó gondolásában jelent meg a második és a harmadik kötet. Na, akkor világgyorsan még arról, hogy hogy áll a negyedik és ötödik kötet megírás szempontjából? Mind a kettő, mert hogy ugye öt kötetre terveztem, mind a kettő fiókész állapotban van. Korrektúrára vár, illetve a borítót kell megtervezni, elkészíteni. Terveim szerint a negyedik rész az jövő év tavaszán, és az ötödik befejező pedig jövő év őszén fog kijönni az olvasókhoz. Nagyon köszönöm, és hát kívánom, hogy akkor a második és harmadik kötet is fogjon el úgy nyomtatásban, mint az első. Azt hiszem, egy írónak ez a legjobb kívánság, amit át lehet adni. Köszönöm szépen. És akkor még egy kicsit térjünk vissza, Fatima, ahhoz, amiről már beszélt, ez pedig a gyógymasszázs, amely ugye szolgáltatásként szerepel mindenkinek, aki itt van Budaörsön. Én ennek azért örülök egy picit, mert az én párom konkrétan gyógymasszőr, tehát mindig örülök, hogyha erről szó esik. Kinek ajánlja? Tehát én például mondjuk, ha elmegyek teniszezni és meghúzom a lábamat, akkor én is mehetek? Hogy nem. Igen, igen, tehát hogy mindenképpen, hogy olyan probléma adódik, ami ilyen izommal. Andris, ebben segíts, mert egyébként nem tudom, hogy ezt lehet-e tudni Andrisról, de hogy túl azon, hogy alelnök, illetve most írő, egyébként gyógymasszás végzettsége is rendelkezik, és igazából amikor elkezdett nálunk dolgozni, akkor ebbe a munkakörbe vettük föl. Világos. Akkor egy gyors kérdés, mert most ránéztem az órára, sajnos lejárt az időnk, hogy hol lehet megtalálni? A Patkó utca 7 szám alatt vagyunk, és ami nagyon fontos, tehát hogy olyan problémákra, amik ilyen akut tüneti kezeléseket igényelnek, vagy prevencióra, én úgy tudom, hogy nagyon, nagyon alkalmas, tehát ilyen izom problémákat tudják jól oldani, stb. Lehet kezelőlappal is jönni hozzánk az egészségházon keresztül, mert nagyon jó kapcsolatban vagyunk velük. Tulajdonképpen az olyan, mint hogyha TB támogatott formában vennék ezt igénybe, valahol máshol, ahová el kell utazni, belépőt kell vásárolni, úgyhogy tudom mondani, hogy nagyon-nagyon kedvezőek az áraink. Ez pontosan azért van, mert a budaörsi önkormányzat támogatását igyekszünk ilyen módon visszaadni. Világos. Az a baj, tényleg egy-egy záró mondat csak, mert tényleg lehet az idő. Talpmasszázsal egészítettük ki most idéntől a szolgáltatásainkat, és teljesen megújult az egész irodánk, ugyanis a nyáron átalakítottuk, úgyhogy várunk mindenkit szeretettel, Patkó utca 7 szám. Oké, Anás akart mondani egy záró mondatot szintén. Ugyancsak ide az egyesülethez, masszáshoz és mindenhez, hogy a weboldalunkon minden információ fent van. Ez ugye a www.bulake.hu. Így van, azt is, hogy ki, hogyan, miképp jöhet masszázsra, illetve magáról az egyesületről és szolgáltatásokról is mindent megtalálnak az érdeklődők. Hát akkor nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttek, és akkor sok sikert kívánok az őszi programokhoz, a könyv ugye fogjon minél jobban, és hát remélem, hogy akkor az októberi nagy rendezvény előtt találkozunk még. Köszönöm szépen, hogy itt voltak velünk. Köszönjük szépen. Nyulakat osztottak, pedig nincs húsvét. A Budaörsi Agrárgazdasági Bizottság közel egy éve szervezi a családi önellátást népszerűsítő programjait. Az adományokat kapó családokat a Nagycsaládosok Egyesülete és a Vörös Kereszt választja ki. Legutóbb 20 családhoz kerültek nyulak, nem csak a gyerekek örömére, hanem ezek a haszonállatok a família húsellátását is kiegészíthetik. Hát azt a torkát szerettem meg, mert mamával papa hozta, ma a kocsiba hozta a nyuszikat, és őt választottuk ki, mert ő volt a legkisebb. És egyébként miért szereted ezt a nyuszit? Mi az érdekesség azon kívül, hogy ő volt a legkisebb?
Azért, mert ő volt a legszebb mind közül. És ide tudod csalogatni, vagy még egy kicsit bátortalan? Még egy kicsit bátortalan, de a nagymamától már nem fél. A kis Leilának, Bartucz István unokájának is hamar szívéhez nőttek a néhány hete kapott nyuszik, melyeket a Vöröskereszt ajánlásával a Zsámbéki medence és térsége gazdaköre adományozott a családnak. A céljuk kettős volt az akcióval, részben a családot kívánták segíteni, részben a háztáji gazdálkodást szerették volna népszerűsíteni a városban. A gazdakör most már lassan egy éve szervezi azt a programját, hogy a családi önellátása a budakeszi járás területén és kiemelten Budaörsön elinduljon, növekedjen. Ugye a családok kiválasztásában a két stratégiai partnerünk, a nagycsaládosok, illetve a Vöröskereszt van a segítségünkre. Ők megcsinálják a családvizsgálatot, tehát értem ez alatt, ugye, hogy tényleg rászoruló legyen, rendelkezzen családi házzal, tehát legyen tudja, hol az állatokat tartani, és a gazdakör pedig nagy örömmel kihelyezi az állatokat, legyen az szárnyas jószág, legyen az nyuszi, hogy egy olyan mini állatfarm tudjon elindulni a szabályok betartásával, hogy a család húsellátásába, illetve a tojás ellátásába rásegítsen. Emellett persze van palántaosztás, van gyümölcsfaosztás, tehát egy a lényeg, hogy a családok tudjanak gazdálkodni, és ne kelljen segélyért mennie, tehát ezt szolgálja a mi programunk. Itt van. Gyere, nyuszika! Bartusz István régóta foglalkozik kisállatok tartásával. Vannak csirkéi, és mindig voltak nyulai is. Mivel elég nagy a család, jó jött a gazdakör segítsége a számukra. A nyulak úgy kerültek hozzánk, hogy a Vöröskereszt hirdette meg, hogy lesz ilyen nyúl akció, és húsvét magasságában volt egyszer, majd utána valami oknál fogva elmaradt, de utána megkaptuk a nyulakat, és 6 darab nagyon szép nyulat kaptunk. És abból nekünk volt ugyan nyulunk, mert a kisunokák nagyon szerették mindig az állatokat, és így az egy nyúl, ami volt, azzal már betanulták azt, hogyan kell őket kezelni, füvet szedni, zöldséget adni nekik, meg táplálni, kezelni, tisztítani, mert ugye aljának mindig tisztának kell lenni. És utána, amikor megkaptuk ezeket a nyulakat, 4 unoka van, és mindegyik nagyon szereti az állatokat, és akkor már ők maguk is etették és kezelték. A kis Leila is szívesen segít a nagypapájának a nyulak etetésében, gondozásában, és a csirkékkel is szívesen foglalkozik. Nagyon szép kicsi nyulacska. Hát most egy kicsit megijedt, hoppá. Szegény. Így szoktuk megfogni. Mit csinálsz? Így, jól van. Na, itt a kis nyuszika. Milyen szép fehér és szép kis szeme van. Most beteszem, mert ez fehér. Most egy másik színűt is, mert két-három fajta is van. Fiúk és lányok vannak ebbe a kertezbe, és ez is milyen szép kis nyuszika. A kis unokám is mindig kezeli és szereti őket, úgyhogy érdemes állatokat tartani minden háztartásba, azért, mert aki szereti, a húsa nagyon jó, egészséges, és ugye mindig kéznél vannak. Hát most a Agrárkamara ezen dolgozik, a Budaörsi Agrárbizottság és a Agrárkamaraval összefogásban, hogy a családok minél több nyulat tartsanak, vagy házi állat. Tehát nyullal együtt azért más szárnyasokat is osztanak, szoktunk osztogatni. Tehát a bizottság és a elnök úr közreműködésével, aktivitásával rendszeresen van nyúlosztás, szárnyasokat is, de most a nyúlprogram út adunk hozzá élelmiszer, tehát eleséget is, nem a teljeset mi biztosítjuk, főleg azért, mert a nyúltartáshoz azért az, aki tartja, az ő tevékenysége is sokat számít, hogy szedjen is, meg a háznál keletkező ilyen zöld hulladékot is föl lehet etetni a nyúllal. Tehát ez amúgy meg elég, szóval köztudottan egészséges a nyúlhús. Az alapvető higiéniai szabályok betartásával és megfelelő állatorvosi ellenőrzés mellett viszonylag könnyen kezelhető állat a nyúl. Az etetéséről is könnyű gondoskodni, így a csirke és a kacsa mellett talán az egyik legkönnyebben tartható állat a háztáji gazdaságok számára. Vannak tyúkok is, és a tyúkokkal együtt itt el szoktak lenni a gyepen, és nagyon jól vannak, mert a tyúkok is itt legelésznek, független attól, hogy hát mindig kapnak tápot, meg egyebeket, de azért a zöld mindig jó nekik, és nagyon sok zöldet esznek ezek a tyúkok is, a nyulak is, mindegyik. Úgyhogy a háztartásban ezek nélkülözhetetlenek, és családtagnak számítanak nálunk.
Az adományozott állatok sorsát esetenként a gazdakör tagjai is ellenőrzik, és ha kell, segítenek a családoknak. Van utókövetés, természetesen nekünk nem a szankcionálás a lényegünk, hanem a családok segítése. Ugye számos technikai tanáccsal látjuk el a családokat, amikor megkapják az állatot, főleg gyakorlati tanácsok, mi van akkor, ha mit tudom én, úgy tűnik, hogy kiszárad a nyuszi, mi van akkor, ha túl sokat vakarózik, tehát ezeket le tudja kezelni, de ha bármikor, bárhol gondja van, akkor kollégáimat, vagy személyesen engem is fölhívhat természetesen, és segítünk. Hozzáteszem, nem kellett még, mert nagyon jól átvették a tudást a családok. A legutóbbi akcióban 20 család jutott nyúlhoz, több mint 30 állat került a gondozásukba. Ezzel párhuzamosan a gazdakör több más akciót is szervez. A piacokon a magyar dinnye és a kukorica népszerűsítése folyik, ősszel pedig a Vöröskereszttel összefogva kacsákat osztanak majd a rászoruló családoknak. A hétvégén több érdekes program is lesz a városban. A Bumárt Művészeti Egyesület Téren és időn át címmel mutatja meg 21 művész érzéseit és gondolatait más-más stílusban kifejezve. A megnyitó pénteken 18 óra 30-kor kezdődik a Jókai Művelődési Központban. És Csajos Estre várja az érdeklődőket az IFI Klub szintén pénteken 18 órára. A rendezvény vendége Sütő Enikő modell és Takás Nóra szépségszakértő lesznek. Várjuk észrevételeiket műsorainkkal, riportjainkkal kapcsolatban a 611-522-es telefonszámon, vagy a szerkesztőség kukac.bvtv.hu e-mail címen. Városi magazinnal legközelebb pénteken jelentkezünk, akkor ismét Kálai Lajos lesz már a műsorvezető, addig is a viszontlátásra!